Hariom Tatszát, szeretettel köszöntök mindenkit. Hallotok ott hátul is a leghátsó? Remek. Oké. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást a szervezőknek, és gratulálok a munkájukhoz. Nagyon szép fesztivált hoztak össze. Ami azt gondolom, hogy nagyon hasznos a jóga gyakorlóknak, hogy kapjanak egy teljesebb képet arról a dologról, amit próbálnak gyakorolni. És ez a valami, amit szeretnénk gyakorolni, ez a jóga. És arra gondoltam, hogy a mai alkalmat kihasználnám több dologra is. És a következőkről beszélnék az előadás alatt. Azért, hogy kapjon mindenki egy kicsit teljesebb képet annál, amit általában szokott kapni egy előadás alatt, vagy egy jóga programon, és annak érdekében, hogy mindenki el tudja helyezni azt a dolgot, amiről beszélünk itt, a yamak és a niyamak tárgykörét a jóga palettáján. Mert úgy láttam nagyon sokszor, hogy elég sok félreértés van, vagy inkább azt lehetne mondani talán, hogy nem tudás, nincs elég ismeret arról, hogy mi a jóga, milyen részei vannak a jógának, honnan ered egyáltalán, és mi a célja. Mivel nagyon sokan az ászanákkal azonosítják magát a jóga gyakorlást. És ennek a tradicionális fesztiválnak is azt gondolom, hogy az az egyik célja, hogy ezt a félreértést eloszlassuk. Tehát a következő témákról fogok beszélni nagyon röviden. Egyáltalán bemutatnám azt, hogy kik vagyunk. Beszélnék a Bihar jóga tradícióról nagyon röviden. Beszélnék arról, hogy a Szatyananda jóga vagy Bihar jóga mi mindent adott a világnak. Mik azok a gyakorlatok, amiket egyébként a legtöbben gyakorlunk is, csak nem feltétlenül tudjuk, hogy az ebből a rendszerből ered. Aztán rátérünk a jógára nagyon röviden, hogy a mi megközelítésünkben a jóga mit jelent, és mi a célja. Aztán, ha lesz rá idő, majd meg fogom látni akkor, amikor oda jutunk, hogy beszélek arról is, hogy velünk lakik folyamatosan 6 ellenség, és mi beengedjük őket a házunkba, mint a trójai falu, amit betoltak, és ott volt benne az ellenség, velünk is ott van folyamatosan 6 ellenség, és hogyha jógázunk, akkor érdemes erről tudnunk, mert lehet az a célunk, hogy ezt a 6 ellenséget kiűzzük. Aztán beszélni fogok arról, hogy milyen személyiségtípusú emberek vannak, akik elkezdenek jógázni, és hogy ezeknek a különböző beállítódású embereknek nem lehet azonos az útjuk, hanem mindenkinek külön jóga útra van szüksége, külön fajta gyakorlásra van szüksége. És aztán beszélünk az elme részeiről is, ugyanis ez a Rádzsa jógáról szól ez az előadás sorozat itt ma, és tisztázzuk egyáltalán, hogy hova illeszkedik a jóga rendszerén belül a Rádzsa jóga, és aztán ezen belül a yamák, és az én témám a Brahmacharya, ami egyébként tényleg nagyon sok félreértésre ad okot, és nagyon sokan cölibátusnak, szexuális önmegtartóztatásnak gondolják ezt a gyakorlatot. A mi megközelítésünk szerint ennél sokkal-sokkal többről van szó, és már most az elején mondom, semmi baj nincs a szexel. Mindenki megnyugodhat. Tehát a Szatyananda jóga, Bihar jóga tradícióról szeretnék néhány szót szólni. Azért van ennek két neve, mert Indiában Bihar jógaként ismert, és minden olyan nagyobb intézmény, ami egy bizonyos területen van, a terület után szokta megkapni a nevét. Így Indiában, egész Indiában Bihar jógaként ismerik ezt a tradíciót. Nyugaton, a nyugati világban szeretnek személyekhez kapcsolni dolgokat, és ezért hívják nyugaton Szatyananda jógának ezt a tradíciót. Swami Szatyananda Sarasvati után, aki ezt a rendszert létrehozta, egyberakta, megalkotta. A Szatyananda jógában vannak nagy intézmények, a Szatyananda tradíción belül vannak nagy intézmények. Ebből az egyik, a legelső, a Gangadarsan Visva Jógapít, aminek a nevében is benne van, hogy a feladata a jóga terjesztése, a jóga tanítása. És ez a kép, amit itt láttok, ez a tulajdonképpen a fő hadiszállása, a fő központja a Szatyananda jóga tradíciónak, ez Mungerben van, Bihar államban.
a Ganges partján, egy gyönyörű szép helyen, és ahogy látjátok, hatalmas nagy a kampusz. És ez az iskola a négy elismert jóga rendszernek, ez egyike a négy elismert jóga rendszernek, amit tradicionális jóga forrásnak tartanak Indiában. És ez azért érdekes, vagy hasznos, lehet fontos információ, mert Indiában is, ugyanúgy, ahogy a világ többi részén, most már 10,000-vel vannak jóga iskolák, és mégis elég kevés olyan van, amelyik valódi tradicionális jóga forrásként van elismerve. A másik ilyen nagy intézménye a tradíciónknak, Rikia Pit, ott is működik egy hatalmas nagy, talán még nagyobb ásram, mint a Mungeri, és ebben az ásramban működik a Sivananda Mász, aminek az a feladata, hogy jótékonysági tevékenységeket végezzen, és azzal foglalkoznak, hogy a környék lakóit, akik egyébként nagyon szegény falusi emberek, az életüket megpróbálják jobbá tenni. És azok az emberek, akik oda mennek ebbe az ásramba, ők a széva gyakorlatát, az önzetlen szolgálat gyakorlatát tudják végezni, nem csak elméletben, hanem valóban gyakorlatban. A harmadik nagy intézménye a Szatyananda jogának a Sanyas Pit, a Paduka Darsan, ami szintén a Ganges partján van, Mungerben, ez egy külön ashram, a Ganga Darsantól külön területen lévő csodálatos hely, ahol Swami Niranjan, amit tradíciónk jelenlegi mestere, a Sanyasa tradíciót akarja újraéleszteni, vagy megreformálni. Azt a tradíciót, aminek egyébként köszönhetjük a jógát, azt, hogy ma egyáltalán beszélhetünk a jógáról, hogy hallottunk egyáltalán a jógáról. A szányászinok voltak azok az emberek, akik évezredeken, évszázadokon keresztül megőrizték a jóga gyakorlatait, és aztán nem túl régen, néhány évtizeddel ezelőtt elkezdték visszaadni az átlag embereknek ezeket a gyakorlatokat. Így tudunk ma a jógáról. A tradíciónk egy élő tradíció, ami szintén egy elég fontos információ lehet azoknak, akik hiteles tradíciót keresnek. Az élő tradíció azt jelenti, hogy van élő mesterünk, élő gurunk, spirituális mester. És a modern korban ez a guru láncolat Swami Sivanandával kezdődött. Swami Satyananda volt az egyik kiemelkedő tanítványa, Swami Sivananda sok más kiemelkedő tanítványa mellett, és ő volt az, aki egybe gyúrta ezt a rendszert, amit ma Satyananda Yoga, Bihar Yoga tradícióként ismerünk. És az ő legjobb tanítványa, Swami Niranjan, aki ma vezeti ezt az iskolát. Amit érdemes tudni, és fontos is tudni erről a tradícióról, hogy rengeteg mindent adott a jógának, a jóga gyakorlóknak, a jóga tanároknak. Az, hogy egyáltalán tudunk a jógáról, nagyon nagy részt a Bihar School of Yogának köszönhetjük. 350 könyvet adtak ki a jóga és a tantra témájában, több mint 250 CD-t, DVD-t. Létrehozták a Bihar Yoga Bharatit még két évtizeddel ezelőtt, ami a világ első jóga egyeteme lett, ami elismert állami diplomát adott jóga témájában. Igaz, hogy a kurzusaik rendhagyóak voltak, mert két éves tanfolyamok voltak, csak ott kellett lakni. Nem mehettél haza bent. Ez két év full time jóga, lehet azt mondani. És az egyik könyvünk itt van, és ez az Asana Pranayama Mudra Bandha, Swami Satyananda munkája, amiről azt érdemes tudni, hogy ez a bestseller a világ jóga könyvpiacán. Gyakorlatilag évtizedek óta ebből adják el a legtöbbet a világon. Nem véletlenül ez egy olyan kiemelkedő munka, amit használnak jógaiskolák, jógastúdiók, egyetemek, függetlenül attól, hogy milyen rendszert, milyen tradíciót képviselnek. Térjünk át a Satyananda jóga technikákra, csak hogy mindenkinek legyen egy kis képe arról, hogy mit adott ez az iskola Swami Satyananda és Swami Niranjan a mai kor jógájának. Az első dolog a satkarmák. A satkarmák részletes leírását. Hogyha valaki tanulmányozta a hatha jógáról szóló szövegeket, akkor
akkor nagyon furcsa, rövid mondatokat lehet találni bizonyos technikákról, amiből valószínűleg sem, egyikünk sem tudta volna végrehajtani egyik gyakorlatot sem. És Számi Szatyananda volt az első jógi, aki leírta ezeket a technikákat, hogy hogyan kell lépésről lépésre végrehajtani ezeket biztonságos módon, és le is írta őket ebben az előbb mutatott könyvben. Például a Sankaprakshalana technikája, a béltisztítás csodálatos gyakorlata, amit szerintem mindenkinek ismernie kellene, aki jógával foglalkozik, neki köszönhető. Tehát aki a világon ma Sankaprakshalanát gyakorol, az Számi Szatyananda leírásából tanulja ezeket a gyakorlatokat. Vagy aki tanítja neki, nagy valószínűséggel ebből a könyvből tanulta. Aztán Számi Szatyanandának köszönhetjük az ászanák osztályozását is. Előtte nem voltak így osztályozva, hogy a mai napon megvannak, hogy álló ászanák, meditációs pózok, relaxációs pózok, vajrasana sorozat, és így tovább, előrehajló, hátrahajló gyakorlatok. Számi Szatyananda volt az, aki csoportba rendezte ezeket a gyakorlatokat, azért, hogy az emberek értsék, hogy miről van szó. Ugyanígy a pránajámákkal is ezt tette, és nagyon részletes leírást adott az összes pránajámához. A Pavamuktasana sorozat, én azt gondolom, hogy a Szatyananda jóga egyik legnagyobb hozzájárulása a világ jógájához, még akkor is, hogyha nagyon kevesen értik igazán mélységeikben ezt a gyakorlat sorozatot. Ez három gyakorlat csoportból áll, az egyik az ízületlazító, a másik az emésztőrendszeri, a harmadik pedig az energiablokkoldó sorozat. És ezek az előkészítői, az összes haladó, vagy nevezzük klasszikus ászanának, amit hogyha valaki elmulaszt végezni ezt az előkészítést, soha nem fogja azokat a jótékony hatásokat megtapasztalni, mint hogyha elvégezte volna hozzá az előkészítőt. Számi Szatyanandának köszönhetjük azt is, hogy megérthettük a pratyahára gyakorlatokat. Egyáltalán mi az, hogy pratyahára? Milyen gyakorlatai vannak a pratyahárának, a dáranának, a dhyánának? Részletes leírást adott ezekről. Ő hozta létre a yoga nidra relaxációs gyakorlatot, amit nagyon sokszor relaxációnak nevezünk, még mi is Szatyananda yoga tanárok, pedig nem az, sokkal több, mint relaxáció. Egy életmód váltó gyakorlat, vagy személyiség transformáló gyakorlat a yoga nidra. És az ő nevéhez fűződik a kriya yoga gyakorlatainak, az ősi kriya yoga rendszer első leírása is, és ez a Szatyananda yoga kriya. Összesen két nagy kriya rendszer van a világban, Paramahamsa Yogananda kriya rendszere és Számi Szatyananda yoga kriya rendszere. És erről is van egy csodálatos könyv, közel 1000 oldal, és hogyha valaki végigcsinálja ott a gyakorlatot, a kurzust, akkor ez egy 3 éves kurzus, akkor biztosan másképp fogja érezni magát, mint mikor elkezdte a jógát. Aztán Swami Niranjannak van egy csodálatos módszere, a Swan, ami egy gyána jóga módszer, egy önismereti módszer, aminek az a lényege, hogy egy képet kapjunk saját magunkról, a személyiségünkről, arról, hogy éppen hol tartunk, különböző területeken, a személyiség minden szintjén megadja nekünk ezt a lehetőséget, ez a gyakorlat. És az egyik legnagyobb vívmány, mondhatjuk azt, hogy ez egy fantasztikus innováció, a mai jógában, a jóga kapszulák módszere, amit Swami Niranjan most már egy évtizede hirdet. A jóga kapszulák bármilyen jóga gyakorlatot tartalmazhatnak, de rövid gyakorlásokat jelentenek. Akár ászana, akár mantra, akár pranayama, bármilyen jóga technika, röviden végezve, de rendszeresen és szisztematikusan végezve. És ezek a jóga kapszulák, ez a fajta gyakorlásmód megadja számunkra, egyszerű, normális, világi emberek számára is, akik nagyvárosokban élünk, vagy falvakban élünk, hogy jóga gyakorlatokat végezhessünk kiegyensúlyozott, harmonikus módon. Áttérünk a jógára. Mi is a jóga? Honnan jön a jóga? Van egy hatalmas nagy rendszer, amit tantrának neveznek. És ugye itt is elég sok félreértés van, nagyon sokszor összekapcsolják a szexualitással. Amikor ilyenről lehet hallani, akkor biztosak lehetünk abban, hogy minimális megértése sincs az illetőnek a tantráról, hogy mi is az igazi tantra, hogyha a szexel kapcsolja össze. Viszont el lehet nagyon jól adni.
És ennek a tantrának az egyik oldalhajtása a jóga. El tudjátok képzelni, hogy mekkora rendszer lehet a tantra, hogyha annak az egyik oldalhajtása a jóga teljessége. És ennek a tantrának az a célja, az a kiinduló pontja, hogy túl kell jutni a szenvedésen. Nem a megvilágosodás a célja, ugyanúgy, ahogy a jógának sem szerintünk, hanem az, hogy kiegyensúlyozott, boldog életet tudjunk élni. És ez az, amit itt láthatok, ez a Szacsidánanda felfedezése. Azt mondja a tantra, azt mondja a jóga, hogy föl kell fedezni a világot olyannak, amilyen. És ebből a szat, az igazság, a valóság felfedezése, a csit annak a megtapasztalása, hogy a tudatosság, amivel jelenleg rendelkezünk, az kiterjeszthető, tágítható. És ez egy nagyon hasznos dolog. És az ánanda pedig annak megtapasztalása, hogy nincs szenvedés az életben, hanem az élet egy gyönyörűséges dolog, gyönyörűséges ajándék. És a mi megközelítésünk szerint, a Szatyananda tradíció szerint a jóga a következő. Swami Niranjannak van egy csodálatos mondata vagy idézete, amit nagyon szeretek, mert tényleg körülírja az egész dolgot. Egyrészt egy ősi filozófiai életviteli rendszer, ami olyan módszereket foglal magába, ami az egész személyiséget fejlesztjük. És itt ez egy nagyon lényeges pont, hogy az egész személyiséget fejlesztjük. Nem csak a testünket fejlesztjük, nem csak tornászunk, és nem is csak az elménket fejlesztjük, nem csak meditálunk, hanem a fizikai, az energetikai, az elmebeli, az érzelmi, a bölcsességbeli, a lelki képességeket, az erkölcsiséget, a kapcsolatainkat, valamint a spirituális valóságunk felismerését. Hogyha megnézitek ezt az idézetet, akkor itt láthatjátok, hogy valami igen nagy dologról van szó, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez a jóga. És mi ennek a szellemében gyakoroljuk a jógát, és ezzel a céllal gyakoroljuk a jógát, a Szatyananda jógában, hogy mindezeket a képességeket fejlesszük. Ez egy elég lényeges dolog mindazok számára, akik jógát gyakorolnak, hogy miért gyakorlunk egyáltalán jógát. Swami Szatyananda azt mondta, hogy ugye a jóga is azt állítja, hogy az elménk mélyében gyökereznek a feszültségek, a stressz forrásai, és hogyha fel akarjuk fedezni ezeket, hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért viselkedünk időnként úgy, ahogy viselkedünk, mitől vagyunk feszültek, mitől vagyunk negatívak, akkor meg kell értenünk az elménknek a működését. És azt mondja Swami Szatyananda, 6 olyan állapotról beszél, ami folyamatosan velünk van. És ezt mindannyian tapasztaljuk. A nemi vágy, a harag, a mohóság, az anyagi vagy érzéki elvakultság, az arrogancia és a gőg ott van mindannyiunkban, az irigység, féltékenység és a versengés mindig ott van velünk. És tulajdonképpen lehetne azt mondani, hogy ezzel nincsen semmi baj, mert így is le tudjuk élni az életünket. Viszont ha magasabb céljaink vannak, akkor ezek a dolgok akadályoznak bennünket, és vissza fognak húzni. Egyszerűen azért, mert zavart okoznak az elménkben. És erről beszéltem a legelején, hogy ez ugye a trójai falóban ők vannak benne. Velünk élnek. Mi beengedjük a lakásunkba, beengedjük a hálószobánkba is, visszük magunkkal őket a munkahelyünkre is, jönnek velünk a villamoson, együtt megyünk nyaralni. Egy elég fura dolog egyébként, hogyha ezt meg belegondolunk. Mi a probléma velük? Az, hogy megakadályoznak bennünket abban, hogy fölismerjük azt, ami a jógának a célja. Hogy nem látjuk tőlük a valóságot, nem látjuk tőlük az igazságot, nem tud a tudatosságunk tágulni, kiterjedni, mert megkötnek bennünket, lekötnek bennünket, és nem tudjuk észrevenni, hogy az élet egy különleges, gyönyörű, szép dolog, ami körülvesz bennünket. A 4 elmetípus. Hát mi azt mondjuk a Szatyananda jógában, hogy a különböző személyiségtípusú embereknek különböző gyakorlásra van szükségük. Amire mondok egy példát, egy nagyon egyszerű példát. Swami Szatyananda, amikor elkezdett jógával foglalkozni, igazából ő nem is jógát akar tanulni, hanem csak mestert keresett, spirituális mestert, gurut keresett, elkezdett Swami Sivanandával élni Rishikeshben, az ásramban. És ott volt 12 évig vele. 12 év alatt rengeteg mindent tett, rengeteg mindent tanult, nagyon sokat fejlődött. És aztán ennek az időszaknak a végén Swami Sivananda elküldte őt, hogy terjessze a jógát az egész világon. És
jógát nem tanult, tehát ő nem járt jógaórára, mint mi. Nem vett részt relaxációs gyakorlatokon, úgy, mint mi. Nem ült le meditálni, úgy, mint mi, naponta. Karma jógát végzett, széva jógát végzett, guru szévát végzett, önzetlen szolgálta a mesterét, azt csinálta, amit a mester mondott, de folyamatosan dolgozott. És azt mondta nekünk nagyon sokszor szatszangjain, hogy ha én azt a módszert, azt az utat akarnám nektek adni, amit én végigjártam, akkor ti már nem lennétek itt. És ez valóban így van. És vannak olyan mesterek, vannak olyan guruk, akik kizárólag azokat a gyakorlatokat adják a tanítványaiknak, amiket ők csináltak. Csak azt az utat tudják mutatni nekik, amit ők végigjártak. Swami Satyanandának valahogy ennél nagyobb volt a látóköre, és ezért hozta létre a Satyananda jóga, Bihar jógát úgy, ahogyan. És attól lett egy integrál rendszer. És ez az integrál rendszer lehetővé teszi, hogy a különféle beállítódású emberek, különféle személyiségű emberek megtalálják a Satyananda jógában azokat a gyakorlatokat, és összegyúrjanak egy olyan gyakorlat sort maguknak, ami az ő fejlődésüket segíteni fogja. Most nem megyek bele abba, hogy melyik személyiség típus milyen, mert van a fő téma, amiről beszélnem kell még. De a lényeg itt van, az egyik lényeg, hogy különböző jógautak vannak. Tehát ezeknek a különféle személyiségű embereknek különféle úton kell haladniuk. Látjátok a különféle jógaágakat is, amik a Satyananda jógában, amiket mi gyakorlunk, amiket tanítunk. De azt is lehet látni, hogy a hegy teteje felé ezek az utak közelebb kerülnek egymáshoz, és ez nem csak egy ilyen spirituális új, vagy ilyen New Age-es bölcsesség, tényleg így van. Nagyon sokszor, akár különböző utakon járó emberek is ugyanazt a tapasztalatot fogják átélni bizonyos hosszú időn átvaló gyakorlás után. Az elméről is muszáj beszélnünk nagyon-nagyon röviden, mert az elme megkerülhetetlen, hát az elmével akarunk valamit kezdeni, ugye ez egy ilyen bajkeverő. Néha nagyon jól tudjuk használni, néha engedelmeskedik, de a legtöbbször megvan a saját napirendje, és azt csinálja, függetlenül attól, hogy mi mit szeretnénk, vagy hol vagyunk. Ezt mindannyian tapasztaljuk, hogyha ülünk itt egy előadáson, akkor közben nézegetjük, hogy mi történt a nagyvilágban, vagy hova menjek nyaralni, és így tovább. Ennek az elmének van négy része, amiről beszél a jóga. Az egyik az ahamkára, ez maga az ego, az önazonosítás, az öntudatosság. És csak nagyon röviden akarok erről beszélni, hogy miért beszélünk erről az ahamkáról, miért nagyon fontos a jógában. Mert az összes részt, a csittát is, a buddhit is, a manaszt is különböző technikákkal kezeljük. Ahhoz, hogy kezelni tudjuk ezeket, vannak technikák a jógában és a tantrában. Az ahamkára kezelése, az hogy megy? Ki tudja kezelni az ahamkárát? Milyen technika van rá? Ez a guru. És ezt azoknak mondom, akik nem hisznek abban, hogy a guru szükséges a jóga útján, vagy a spirituális úton, minden más lehet kezelni. Ahhoz nem kell guru, hogy ászanát tanítson, ahhoz nem kell guru, hogy pránajámát tanítson, vagy meditációt tanulj. Bárkitől meg tudod tanulni. Elmész egy jóga órára, bárkitől meg tudod tanulni. Hogyha az ahamkárát, az egódat akarod kezelni, azt nem fogja kezelni egy jóga tanár. Ahhoz kell neked egy igazi guru, egy spirituális mester. És a spirituális mesterek olyan lények, akik már végigjártak egy bizonyos utat, és a tapasztalatuk alapján tudnak segíteni a tanítványnak is. A csitta a másik nagyon fontos része ennek az egész biznisznek, amiről mi itt beszélünk, ez az emlékezet, vagy a memória. És ez gyakorlatilag a mély tudattalanig terjed, ahol az összes szamszkár, az összes benyomás, ami valaha ért bennünket az életünk során, az ott van. Még akkor is, ha nem tudunk róla, azért nevezi ezt a pszichológia tudattalannak. De ezek a benyomások, ezek hatalmas nagy erővel bírnak, és valahogy észrevétlenül befolyásolják az életünket, és vezérelnek bennünket. És azt mondja a jóga, hogy a csitta az, ami tartalmazza az öröm és a fájdalomnak a kifejeződéseit.
Gondoljunk csak egy jó emlékre, attól a jó emléktől boldogok leszünk. Hogyha valami rossz emlékűt eszünk be, akkor attól fájdalmat fogunk érezni. És gyakorlatilag ez a csitta az, ami eldönti, hogy éppen az adott pillanatban hogy érezzük magunkat. Tehát nem mi vagyunk azok, akik döntünk, hanem a csitta az, amelyik eldönti. És azt is mondja a jóga, hogy a legtöbb pszichoszomatikus betegség, amiből jó sok van, itt a csittában gyökerezik. Volt egy nagyon érdekes eset, amit később el is mesélt az egyik legismertebb tanárunk, aki egy pszichiáter, orvos, és fiatal korában még az egyetemi évei alatt ismerkedett meg Swami Satyanandával Ausztráliában, és azt más volt, oda ment hozzá, hogy segítsen neki Swami Satyananda, mert nem talált máshol már megoldást, az orvosok nem találták a probléma okát. Azt mondta neki Swami Satyananda, gyere, élj velem az asramban egy ideig. Ebből aztán 10 év lett, 10 évre ment oda, de azért lett ebből 10 év, mert olyan hitet fejlesztett ki ez a Swami a jóga iránt, hogy ezért maradt ennyi ideig. Az történt ugyanis, hogy Swami Satyananda azt mondta neki, hogy a jóga nidrát kell gyakorolnia minden nap. Minden nap megvolt az az időpont, amikor le kellett feküdnie Savasanába és végigcsinálni a jóga nidrát. És az egyik ilyen alkalommal nem is túl hosszú idő után, néhány hónap gyakorlás után egy emlék jött elő a gyakorlás közben ennél az illetőnél, és látta saját magát, amint a babysitter, amikor ő 3 éves volt, a torkán próbálja letolni a főzeléket, amit ő utált. És ez az emlék volt az, ami oldotta ezeket a dolgokat, és meggyógyult. Az aszmája teljesen elmúlt örökre. Tehát a csittában ilyen erő van, ott tárolunk rengeteg mindent, ezért kell megtanulnunk kezelni. Aztán ott a buddhi, ami az intellektusnak, intelligenciának szoktuk hívni, és ez az elme ítélő képessége, a megkülönböztető képesség. A buddhi igazából az, ami a döntéseket hozza. A csitta az emlékszik dolgokra, például megyünk az utcán, látunk egy tök jó autót. És azt mondjuk, ennek az előző modellje nagyon klassz volt, arra emlékszem, ez még jobb. De a csittából jött elő az emlék, látom az autót, és a buddhi az, ami azt mondja, hogy ez kell nekem. Meg akarom venni ezt a kocsit, mert ez jó lesz nekem. És abban a pillanatban, amikor ez történik, létrejön egyfajta, ott a vonzalom, ugye? A jó emlék előhozott egy vonzalmat, és ebből lesz, kialakul egy kötődés. És a probléma a jóga kapcsán ez a fajta kötődés. Ezek azok, amik lekorlátoznak, megkötnek bennünket, nem engednek teljes képet látni. De ez ugyanúgy a taszításokra is igaz, hogyha valamit nem szerettem valaha, és eszembe jut, akkor most se fogom szeretni. És nem vállalom be azokat a dolgokat. Tudat alatt félek tőlük, és ezért aztán ki is rekesztem saját magam. Szóval ez a buddhi, ezt csinálja velünk a buddhi. És a manasz. A manasz szoktuk hívni elmének. A manasz az a negyedik funkció. Ezt szoktuk hívni elmének, ami gyakorlatilag a gondolkodó elme, és ezt úgy tudjuk fölismerni, becsukjuk a szemünket, és látjuk a gondolatainkat. Ez az a manasz, ami nem hagy minket elaludni este. Lefekszünk az ágyba, szeretnénk aludni, de azt veszük észre egy fél óra múlva, hogy pörög az agyunk, pörögnek a gondolataink. Na ez a manasz. És ez a manasz lehet nagyon fókuszált, nagyon harmonikus, szilárd, de lehet nagyon szétszórt is, nagyon zavarodott is. És a meditációval tudjuk kezelni természetesen ezt is. A Rádzsa jóga. Patanjali, aki egy, mondhatjuk azt, hogy szakértője volt a jóga egy bizonyos ágának, nem a jóga teljességének, és ezt szeretném hangsúlyozni, itt nem a jóga teljességéről van szó, hanem kizárólag arról a jógáról, amit ma a Rádzsa jógának nevezünk. És leírta az a jóga szútrákban, hogy hogyan lehet kezelni az elmét. Itt az elme kezelése tulajdonképpen a cél, illetve a szándékunk. Az első 3 mondatban nagyon fontos dolgokat mond. Megkérdezi, mi az, hogy jóga? Azt mondja rá, hogy a jóga a fegyelemnek egy formája. Oké. Mi történik akkor,
hogyha követjük ezt a fegyelmi rendszert, hogyha követjük azokat a gyakorlatokat, amiket a jóga ad, úgy, ahogyan az elő van írva, olyan gyakorisággal, olyan módon, ahogy az le van írva, akkor mi lesz velünk, mi történik? Az történik, hogy a megfigyelővé válunk, a tanúvá válsz, saját maga tanújává válsz, és föl fogod ismerni azt, ami tulajdonképpen az egész dolognak a célja, hogy látod saját magadat, a valódi természetedet, ami egy békés, harmonikus és örömteli természet. És rengeteg eszközt ad Patanjali ehhez a munkához, ehhez az úthoz. És itt szeretném megjegyezni, hogy ott van az utolsó, a szamádi, amiről nagyon sokan jogatanárok is beszélnek. Az nem a, nem a rádzsa jóga végcélja, az a rádzsa jógának egy eszköze. A rádzsa jóga célja az az, amit az előbb láttatok, hogy válj a megfigyelővé, és vedd észre azt, hogy mi vagy te, egy sugárzó lény vagy, aminek harmonikus és örömteli a természete. Tehát nem a szamádi, nem a megvilágosodás a cél. Ez egy nagyon fontos dolog a jógában. Miért? A mesterem Swami Niranjan szokta mondani, hogy a vakember, amikor azt mondja, hogy jaj, de szeretném látni a napot, az nem az ő szükséglete, hogy lássa a napot. Mi a vakember szükséglete? Az, hogy legyen jó a szeme, legyen jó a látószerve, és akkor nem csak a napot fogja látni, hanem minden mást is. Ugyanez a helyzet a számádival, úgyhogy ne értse senki félre ezt a dolgot. Nem az a jóga célja, nem az a jóga végcélja. Tehát itt vannak ezek az eszközök, amiket Patanjali leírt nekünk. Ezek közül az első a yama és a niyama. Ezek mindegyik öt yama van és öt niyama. Amit itt szeretnék elmondani, és lehet, hogy ezt sokan most fogják először hallani. A jóga azonban nem ezekkel kezdődik, nem ezekkel a yamákkal és niyamákkal kezdődik. Ez egy elég magas szint. Hogyha emlékeztek azokra a gyakorlatokra, amiket a Szatyananda jóga tanít, mi azt mondjuk, hogy a jóga a hatha jógával kezdődik, semmiképpen sem a rádzsa jógával kezdődik. És a hatha jógában sokkal több yama és sokkal több niyama van, mint Patanjali rádzsa jógájában. Ennek utána lehet nézni. A legelső yama, amivel a jóga kezdődik a hatha jógában, és ez benne van a hatha jóga ratnavaliban, az a boldogság. Legyél boldog. Dolgozz azon, hogy mindig boldog legyél, kiegyensúlyozott legyél, harmonikus legyél, mert egyébként hogyan lehetnél jógi? Hogyan akarsz jógi lenni, hogyha savanyú vagy, szomorú vagy, vagy haragszol mindenkire? Nagyon nehéz dolog. Tehát az első az, hogy észre kell venni saját magunkban ezeket a tendenciákat, és el kell kezdeni dolgozni. Amikor eljutunk ide, a rádzsa jóga yamákhoz és niyamákhoz, az azt feltételezi, hogy már van előképzettségünk, és van gyakorlatunk, és tudjuk, hogy miről beszélünk, tudjuk, hogy mi a saját elménk. Addig, hogy mondjam, ez egy ilyen szellemi légtorna, vagy inkább ilyen intellektuális tornamutatvány, hogyha elolvasok egy könyvből valamit, hogy oké, ne légy erőszakos, persze, nem leszek. Mond mindig az igazat, persze. Ezzel nem lehet elkezdeni jógát gyakorolni. Egyikünknek sem. Nem tartunk ott. Tehát amikor elkezdtük ezt a yama és a niyama bizniszt, akkor mi már egy elég hosszú utat bejártunk előtte. És ez egy nagyon fontos dolog. Mi a célja a yamáknak? Az, hogy saját magunkat megértsük, ezt a megértést fejlesszük, és mentális egyensúlyt hozzunk létre. Megteremtsük az érzékszervi kontrollt is, és megváltoztassuk a természetünket. A tamaszikus, ami egyébként a normális beállítódása az átlagembernek, ez a tamaszikus természet, vagy rajaszikus természet, ezt átfordítsuk szatvikus természetté. Hogy beszéljek arról is, ami a témám, a brahmacharya, most jön a szex. Azt mondja a Patanjali erről a témáról, hogy egy mondat, a brahmacharyában szilárdan megalapozódottak, elnyerik a vírját. Kezdjük azzal, hogy mi az, hogy brahma. A brahma itt annyit jelent, hogy ez a magasabb valóság. Az acharya pedig valaminek a követőjét, egy olyan személyt jelöl, aki valamiben már megalapozódott, amiben tapasztalata van, gyakorlata van, és úgy csinál, úgy él. És ez a... Nagyon sokszor fordítják, hogy az elején mondtam, nagyon sokszor fordítják cölibátusnak, szexuális önmegtartóztatásnak ezt a gyakorlatot, de ez nem az.
legalábbis a mi megközelítésünk szerint ez nem az. A Brahmacharya kifejezés egy magasabb életvitelre utal, egy magasabb tudatosságra, egy magasabb észlelésre utal, amiben a gyakorló éli az életét. A Brahma szó a szanszkrit brig gyökből ered, ami azt jelenti, hogy növekedés, fejlődés. És ezért itt ebben a gyakorlatban a táguló, fejlődő világot, valóságot jelenti. Az acsára pedig azt jelenti, hogy egy alapelv szerint élünk, valamilyen filozófiát követünk az életünkben. És itt a Brahmacharya így azt jelenti, hogy a magasabb személyiség, a transzcendens önvaló, vagy a transzcendens valóság szabályai szerint éljük az életünket. És most jön egy nagyon fontos rész. Azt a személyt nevezzük Brahmacharinak, aki kifejlesztette magában a Brahmi Vrittit. Ugyanis azt az előző előadásban is hallhattuk az Apaka kapcsán, hogy az elmének szüksége van kapaszkodókra. És ugyan Patanjali azt állítja itt a Yoga Sutrákban, hogy meg kell szüntetni öt vrittiről beszél, az elmének a változásait, fluktuációit, öt mentális vrittit, de mi van akkor, hogyha ezt elértük? Mi történik akkor? Amikor ezt elértük, akkor az elmének szüksége van valamilyen kapaszkodóra. És azt mondja a jóga, hogy ilyenkor automatikusan kifejlődik, életre kell egy új vritti, amit úgy nevez a jóga, hogy a Brahmi vritti. Ez lesz a kapaszkodó az elme számára, és ebben találja meg a középpontját. És ez tulajdonképpen egy olyan állapot, mint az anya állapota, aki folyamatosan tudatában van annak, hogy mit csinál a gyereke. Még akkor is, hogyha a másik szobában van, a tudatának, a tudatosságának egy része ott van a gyereken, tudja, érzi minden rezdülését. Ugyanezt jelenti a Brahmi Vritti kifejlesztése is. Akármit csinálunk, lehetek én könyvelő, lehetek bányász, lehetek bármi az életemben, hogyha a tudatosságomnak egy része ott van a magasabb valóságon, a transzcendens valóságon. És ezt jelenti a Brahmacharya, hogyha valaki ezt megvalósította. Hogyan kerül ide a képbe a szex, a szexualitás? Úgyhogy volt egy idő, amikor a Brahmacharyát a test energiáival azonosították, és mert a jógik nagyon sok gyakorlatot végeztek, kísérleteztek saját magukon, és ugye azt észrevették, hogy azok a sejtek, amik a testben keletkeznek, ezek a legerősebb sejtek, és ezek tudnak életet is adni. A spermium a férfi testben, a petesejt a női testben. És ezt hívják vírjának, és a bennük rejlő erőt hívják ojasznak. Tehát ezt a potenciált, azt a hatalmas nagy erőt, ami életet tud adni, ezt hívják ojasznak. És azt mondták a jógik, hogy ezt az energiát, ezt meg lehet őrizni, ezt a hatalmas energiát meg lehet őrizni, ezt a fizikai jellegű energiát, és át lehet alakítani, transformálni lehet spirituális energiává. És itt jött be a képbe a cölibátus. És kialakult így a nyugati világban egy kép arról, hogy az igazi jógi az nem él szexuális életet. Noha a spirituális iratok teljesen világossá teszik, hogy semmi baj nincs a szexel, és Brahmacharya lehet még az a személy is, aki folytat szexuális életet, hogyha ez a szexuális élet egy normális, rendezett, kiegyensúlyozott kapcsolatban van, szexuális kapcsolatban van. A probléma nem a szexel van, hanem azzal a fajta, hogy mondjam, tendenciával, hozzáállással, amire nagyon sok ember tekint a szexre, mint kizárólag az örömszerzés forrására, és egyik kapcsolatból a másikba mennek, néha sokszor párhuzamos kapcsolatokat is föntartanak. Ez természetesen nem tesz jót az elmének. De egy normális szexuális kapcsolattal semmi baj nincs. Úgyhogy a Brahmacharya összesen két dolgot jelent. Alapozd meg a tudatosságodat a magasabb valóságban, emelt
emeld fel, változtasd meg, és transformáld a durva energiáidat spirituális erővé, spirituális erősséggé. Erről szól a Brahmacharya gyakorlata, és ezt mondja nekünk Patanjali, ezt üzeni, jó, a régmúltból, de számunkra is ez egy nagyon hasznos dolog lehet, és ha valaki szeretné gyakorolni a Brahmacharyát, ha azt gondolja, hogy elkezdi gyakorolni, akkor föltehet magának naponta kérdéseket. Mennyire voltam a pozitív, derűs és kiegyensúlyozott? Emlékezzetek arra, egy magasabb valóságról beszélünk. A magasabb valóságról beszélünk, az ahhoz pozitívnak kell lennünk, kiegyensúlyozottnak, derűsnek kell lennünk. Ezt kell ellenőriznünk nap, mint nap. A gondolataim hol jártak? A felső világban vagy az alsó világban? Tudatában voltam a szexuális energiáimnak? Hogyan tekintek a szexualitásra? Voltak-e szexuális vágyaim, fantáziáim, és így tovább. Tehát ezeket a kérdéseket fölteheti magának a gyakorló, és aztán látja majd a tendenciát, hogy ő brahmacsári-e, vagy még nem. És a végére tettem egy ilyet, hogyha valaki szeretne kapcsolódni hozzánk, akkor ezen keresztül lehet. Van Pesten egy központunk, van a Magyar Jógatársulás, egy gyönyörűséges ásram Szóládon, ami a tradicionális jogának az egyik központja. Van egy ingyenes e-újságunk, erre föl lehet iratkozni. Van egy kirtan csoportunk, aki szeretne kirtant is gyakorolni. Megyünk Indiába évente. Rengeteg jótékonysági tevékenységet végzünk, segítünk rászorulóknak, hajléktalanoknak, betegeknek, tanítunk kórházakban, itt-ott, iskolákban. Tehát nagyon sok önkéntes lehetőség is van, hogyha valaki szeretne csatlakozni velünk, hozzánk ezen a honlapon lehet minket elérni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további jó időtöltést. Hari Om!